Hát akkor most már nyugodtan szólaljon meg mindenki, aki akar, de elsősorban álljunk oda ahhoz a képhez, amelyik megszólított bennünket, hogy essünk túl azon a példaadáson, vagy nem tudom, akárhogyan hívom, engem ezt állított meg nagyon, és ezen is azok a piros pöttyök, amiket így még nem néztem, és ilyen sokáig, amik tudom, hogy jelek, amik vakoknak szólnak, de én látok, nem értem, és ha vak lennék, sem tudnám kitapintani, és ott van egy modern világban, ott vannak a jelek. Szóval ez megállított. Ki az, aki esetleg akarja mondani, hogy mi állította meg? Estét, sziasztok! Én azért jöttem ide, mert előtte pont az Ébussal beszélgettünk, és amikor megszólalt a jel, akkor ez volt az első a tűz, ami ide hívott, vagy hogy ennek az egy nagyon erős hívókép, hogy lángol egy templom, szóval, hogy igazából ez. Tessék? Adhatom. Mondjuk nekem ebből ez a kettő fogott meg valamilyen formában. Valahogy Sagalnak voltak olyan képei, ahol ilyen város fölött repülő zsidó szerelmes pár ilyen-olyan témák voltak. Ő valahol, nem tudom, talán az első-második világháború között élt, és teljesen benne volt ez a fajta feszültség. Szóval engem Sagal miatt fogad meg ez a két kép. Tehát kicsit olyan Sagalos vonásokat láttam benne vissza tükröződni. Ja, nem, akkor ki játszik? Na, a fotóművész úr meg. Hát én egy kicsit földhöz ragadt vagyok, ezért ez a hajó. Mert hiányoznak róla a hajósok, ami a cím, és ezek szerint valahova eltávoztak. Vagy elhagyták, vagy még nem érkeztek meg, úton vannak a hajójuk felé. Akkor elkezdjük az estet. Köszönöm szépen mindenkinek, aki vette a lapot és velünk tartotta az ilyen program előtti alkalomra, hogy egy kicsit visszajelezzünk a művésznőnek, Maier Évának, aki nagyon figyelt, hogy ki mit mond, mert ugye egy művész nagyon ki van hegyezve arra, hogy amit csinált, az vajon kiben milyen hullámokat vet, és hogyan is jelenik meg, hogy hallottál valami olyat, ami érdekes volt neked? Én mindig nagyon szeretem a visszajelzéseket a munkákra, mert ez az igazi párbeszéd köztem és a nézők között, meg egyfajta kommunikáció, ami elindul. És hát ugye ez egy mindig nagyon érdekes téma, hogy az embernek van egy egyéni tudata, történetei, emlékezete, és hogyan kapcsolódik a másikhoz. Ugye itt, ha már erről van szó, akkor az egyén és a kollektív emlékezetről is beszélhetünk, és számomra ez mindig nagyon fontos, hogy legyen egyfajta párbeszéd a kiállításaim során, és egyébként ez egy eléggé unikális dolog, hogy csak grafikákat idézőjelbe állítottam ki szakrális térben, mert általában téri munkákat, téri grafikák, téri installációkat állítok ki. És hát már itt több éve mindig vannak olyan alkalmak, amikor bevonjuk a nézőket, és egyfajta interakció történik, megbeszélünk egy témát. Tehát nagyon sok esetben traumatizált témákról is van szó a kiállítások kapcsán, például a betegség téma, vagy a gyász téma, a meddőség témája, anyaság, hiány. Tehát ezek mind olyan témák, amikről ugye személyesen
érintett vagyok, de úgy gondolom, hogy másokat is érint a társadalomban, és hát én próbálok a kiállításaim során rávilágítani olyan kérdésekre, amiről nem szívesen beszélünk, és úgy gondolom, hogy nem kéne a szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat és kérdéseket, hanem a kollektív tudatot kéne bevonni és egymásnak segíteni. Köszönöm szépen. Akkor én javasolnám, hogy tegyünk egy próbát, kell-e a mikrofon? Nem vagyunk sokan. Kérnék mindenkit, hogy jöjjön egy kicsit közelebb, tehát úgyis a háznak az a idei hívószava a közösség, és hogyha csak úgy leülünk valahol, akkor leülhetünk egy moziban, leülhetünk otthon a tévé előtt, a komputer előtt, és a többi, de hogy most együtt vagyunk, ennek a dinamikáját próbáljuk ki. Jöjjenek közelebb kicsit, és amikor itt jobb, tehát tényleg közelebb vannak, úgyhogy látható és olvasható is legyen már az, ami ott kivetítésre kerül, mert távolról biztos, hogy nem lehet látni, akkor meg kipróbáljuk, hogy jobb-e mikrofon nélkül. Úgyhogy aki akar, jöjjön közelebb, senkit nem, igen. Megengedjük neki, hogyha a művésznő kéri, hogy ő használhassa a mikrofont, megkapja? Meg lehet, hogy a felvétel miatt is jobb. Hát én ma 6 órát beszéltem a hallgatóimmal, és végigkonzultáltam a napot, és már a hangszálaim nem az igaziak, úgyhogy lehet, hogy inkább így nekem egyszerűbb lesz. Hát akkor bemutatkoznék, Majer Éva vagyok, és 2008-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szakán, és hát számomra ugye a grafika világa az kicsit egyrétűbb volt, és mindig úgy éreztem, hogy a térben szeretek dolgozni, és hát már az egész, tehát már azt mondanám, hogy 2007-től szakrális és deszakralizált terekben dolgozom. Ez a kezdetekben még nem volt egy tudatos döntés olyan módon, hogy valahogy így belefolytam ezekbe a történésekbe, és azt éreztem, hogy a szakrális terekben van egyfajta ilyen óvó biztonságérzet, amit sehol máshol nem tapasztaltam. És hát igazából én erről szeretnék egy rövidebb prezentációt tartani, hogy más munkáimban ez a fajta vonal hogyan jelenik meg, és milyen témák. Kérdezzünk, dobjuk a labdát, hogy ki az, aki tapasztalt hasonlót, hogy a szakrális tér adott valami olyan védelmet, ami, és ezt tapasztalta, amit mások nem tapasztalt. Csak elég, nem kell beszélni róla, de ha van ilyen tapasztalata, hogy jelezze valamilyen módon. Jó, hát lehet, hogy ez természetesnek tűnik mindazoknak, akik itt vannak, de ha egy nagyobb merítést csinálunk, nem biztos, hogy ezt mindenki osztja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát egy kicsit zavarba voltam azzal, hogy végül is a témát hogyan állítsam föl, mert nekem volt egy doktori védésem 2018-ban a szakrális és a deszakralizált tereknek az újrafelhasználásáról, a kortárs képzőművészet vallás, közép-kelet-európai identitás vonatkozásában, és olyan témákat feszegettem, amik leginkább ugye Szlovákia területére összpontosulnak, mert egyrészt azért választottam ezt, mert gyerekkorom óta engem nagyon meghatároz Somorja zsinagógája és a szakrális terei, és tulajdonképpen a 90-es években történt egy olyan típusú térfelfogásváltás, akár a zsinagógákat illeti, hogy kiállító térként kezdték el használni, illetve különböző kulturális helyszínekként, és már 17 éves koromtól asszisztáltam olyan külföldi művészeknek a Somorjai zsinagógában, ahol nagyon erőteljesen be tudtam kapcsolódni egy installatív műfajnak a szemléletébe, és hát ez a személyes vonal odáig fajult, úgymond, hogy elkezdtem a témával mélyebben is foglalkozni, és hát van egy másik erős vonalam, az pedig az, hogy Somorján már 10 éve szervezem a Somorjai Nemzetközi Művésztelepet, és izgatott az a feltételezés, hogyha például egy kicsi városban vagyunk, akár ugye Somorján,
és valahol ez a kisváros a kulturális szintérből egy perifériára esik, akkor végül is milyen esélyekkel indul például a kulturális életben, illetve az is foglalkoztatott, hogy a szakrális és a deszakralizált terek hogyan, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiállítások milyen módon tudják például befolyásolni az előítéletes gondolkodást, vagy például hogyan hatnak a kisebbség és a többség közötti viszonyra. Mert ugye nálunk azért eléggé erőteljesen megjelenik ez a szlovákság-magyarság közötti feszültség kérdés, még hogyha azt is mondják, hogy nincs erről szó, de lényegében ott van a levegőben. És hát számomra nagyon fontos az, hogy a közép-kelet-európai identitásban gondolkozzunk, mert hát ugye a rendszerváltás után megjelentek az új típusú nacionalizmusok. Hát a különböző csoportok próbálták újra definiálni saját magukat, és hát ez odáig fajult igazából, hogy nagyon sok ellentét jött létre a kisebbség és a többség közötti viszonyrendszerben, és tulajdonképpen a szakrális és a deszakralizált terek, illetve a többi intézmény is próbálta azt a fajta vonalat követni, hogy legyen egyfajta nemzetköziségbe való bekapcsolódás, illetve legyen egyfajta regionális fejlesztés kulturális szinten is például, és a közösséggel is egyfajta erőteljes kapcsolatot tudjanak kiépíteni a társadalmi szerepvállalással együtt. És hát itt most beszélhetnénk külön-külön a fogalmakról is, de igazából annyi idő nincs, hogy mérehatóan belássuk magunkat, de hát azt így fontosnak tartom kiemelni, hogy a szakrális tér három ideológiát képviselhet, a vallási ideológiát, a nemzeti ideológiát és az identitást, és ha ez bármilyen módon sérül egy kisebbségi területen, akkor abból ugye visszás helyzetek jönnek létre. És hát a templomnak az etimológiája is, illetve a kultúrtörténeti aspektusai is nagyon szerteágazóak. Tehát én most azt emelném ki, hogy templom többnyire ugye a sátornak, a hajléknak a szimbólumát mutatja, vagy egyfajta világmindenségnek a metaforája, ami összeköti az eget és a földet. És hát ugye ez a fajta szimbólumrendszer jelenik meg ugye általánosságban az én munkáimnál is, mint egyfajta védelmező közeg. De végül is Krisztus is mondja saját magára, hogy ugye ő a templom, és a közösség is nevezi magát, tehát identifikálja magát templomként. Tehát tényleg nagyon sokrétű a templom fogalomnak a jelentése. És hát ugye ha már a deszakralizált terekről beszélünk, az azt jelenti a fogalom, hogy végül is olyan templomokról van szó, amit már a vallási közösség ugye nem használ. Tehát, hogy nincsen benne hitközösség, ami működik, hanem mint csupasz tér például, amit fel tudunk használni akár kiállító térnek, koncert térnek, stb. És hát ugye ennek a fajta típusú deszakralizációnak megvannak az előzményei, és ez pedig a szekuralizációban fedezhető fel. És hát a szekuralizáció az elvilágiasítódást jelent, ugye egy vallástól való elszakadást, és ez a folyamat már a felvilágosodás racionalizmusától kezdődik, ahol ugye a párbeszéd megszűnik a művészet és az egyház között. Tehát már nem az egyház a megrendelő, mint korábban, tehát a művészet tulajdonképpen kiszakad, akár jó értelemben is mondhatnánk, egyfajta autonómiát teremt saját magának, és ennek ugye vannak hosszú távú következményei, és hát a közép-kelet-európai térségben is megjelenik a szekuralizáció folyamata például, ugye a rendszerváltás előtt is egy más típusú jelenségként, ahol ugye a szocialista ideológia gátolja a vallásosságot, és a rendszerváltás után pedig a fogyasztói
társadalom miatt van ez az elvallásos talanítás. Tehát, és ugye a térnek van egy újrafelhasználási metódusa, és ez pedig köthető a II. Vatikáni zsinathoz, ami 62-65-ben volt. Itt tulajdonképpen történik egyfajta új liturgikus térnek a koncepciója, illetve annak a kialakítása. Ez annyit jelent, hogy kiadnak egy olyan okiratot, illetve van egyfajta olyan párbeszéd a katolikus egyházban, hogy új típusú liturgikus terekre van szükség. És vagy azt úgy oldják meg, hogy van egy régi templom, és azt átalakítják, a liturgikus berendezéseket, a téri szerkezetet átformázzák, ugye van egy szembemisézés például, és ezáltal ugye a művészet és a térnek a kapcsolódása is egészen más dimenziókat kap, tehát a művészet ismét be tud kerülni a térbe, és ugye fel tudják a művészek használni idézőjelbe kiállító térként a templomokat, és hát ugye a művészettörténetben Foucault említeném még, aki a Más történetek című eszéjében ír ugye a tér felhasználásról, és ami ugye nagyon lényeges az, hogy van egyfajta szent és profán egyensúlyának az újra visszacsatolása, ami a mindennapi középületeinkben is ugyanúgy megjelenhet. Erre hoztam egy-két példát. Nagyon érdekes, hogy ugye a Benelux államokban és Angliában több száz olyan üres templom van, amit újra felhasználtak. Például könyvtárakat emelnek a terekben, illetve olyan köztérként funkcionálnak, ami egészen elképesztő eredményeket hoz létre, például mozikat, vagy nightclubokat, kocsmákat alakítanak ki ilyen terekben. Tehát én azt gondolom, nekem ez már egy kicsit sok, viszont ugye nagyon érdekes belső építészeti megoldásokat is tud eredményezni ez a fajta koncepció. Például luxus lakásokat, műtermeket alakítanak ki, viszont van egy olyan téralakítási helyzet, hogy bármikor vissza lehet alakítani a tereket. Tehát van egyfajta alázatosság, én úgy gondolom a belső építészek, illetve az építészek szempontrendszerében. És hát hogy állít ki egy művész egy szakrális vagy deszakralizált térben? Én erre kettő kategóriát határoztam meg. Végülis egy szakrális térben ugye mindig nehezebb a dolgunk, mert a tér tulajdonképpen tagolt, benne vannak még a liturgikus berendezések, tehát sokkal nehezebb tervezni. Amiatt is, mert ugye egy hitközösségről is szó van. És az sem mindegy, hogy milyen, mert ha például a református hitközségünk van, akkor ugye ott eleve nincsen képi ábrázolás, vagy ugye a zsidó templomokban sem. Tehát, hogy ez igazából a vezető múlik, hogy engedi-e a kiállítást létrehozni, vagy sem. Úgyhogy én emiatt is nagy dolognak tartom, hogy Somorján anno a református lelkész megengedte, hogy kiállíthassunk a működő református templomban, és abszolút szabad kezet adott, és szerintem tényleg ez nagyon ritka helyzet, és tulajdonképpen a művésznek is nagyon fontos azt a fajta attitűdöt képviselnie, hogy alázattal van a közösség felé. Tehát érti, hogy miről van szó, milyen a téri felfogás, milyen vallást képvisel, milyen ideológiát, milyen identitást, és szerintem nagyon fontos ez a fajta kapcsolódás és párbeszéd. Ugyanakkor ugye a hitközségnek is valamilyen szinten, ha befogadja a kiállítást, akkor fontos attitűdöt kell, hogy képviseljen, hogy végül is a művésznek megvan az autonóm szabadsága, hogy létrehoz egy munkát. És ugye a deszakralizált terekben is más típusú
felhasználás van. Tehát itt a művész tulajdonképpen eldöntheti, hogy a történelmi emlékezetre csatolódik tematikailag, vagy figyelembe veszi a vallási, nemzeti ideológiát, identitását a térnek, és hát kicsit könnyítettebb helyzetben van, mivel ugye ilyen értelemben nincsen hitközség a térben, és nem korlátozza a művészi autonóm szabadságát a térnek, tehát tulajdonképpen bátran alkothat. És hát itt megtaláltam Zdenko Zurjanin térképét, ő 4125 templomot keresett meg Szlovákiában, amit fölhelyezett egy térképre, és hát ezen is látszódik, hogy tulajdonképpen Szlovákia egy vallásos közösség, és kevés olyan szakrális tér van, ami még templomként funkcionál, és kiállító tér. Tehát a disszertációmban is emiatt is leginkább a zsinagógákról írtam, illetve az ott megjelenő kiállításokról, mert ahogy mondtam, a 90-es évekig ezek a zsinagógák raktárakként funkcionáltak, és teljesen el voltak zárva a közösségektől. Tehát itt is ugye történt egy új téri felfogás. És Szlovákiában egyébként 30 olyan zsinagóga van, amik kulturális helyszínként működnek. 700-ból nagyjából 100 maradt meg a II. Világháború után. És én összegyűjtöttem egy olyan tematikus válogatást végül is. Úgy láttam, hogy főleg olyan tematikus kiállításokat hoztak létre, ahol ugye az identitással készülő, vagy identitásról volt szó a munkákban, a közép-kelet-európai identitásról, egyfajta otthonkeresésről, történelmi emlékezetről, kollektív egyéni emlékezetről, háborús kegyetlenségekről, emberi egzisztencia kiszolgáltatottságától, illetve egy toleráns párbeszédről, és nagyon sok esetben azt érzékeltem, hogy a szakralitás jelenti a kiutat, vagy egyfajta föloldozást a munkákban. És hát itt most kicsit rátérnék a saját munkáimra. Hát igazából ugye 2008-ban volt az első olyan kiállításom, amikor szakrális térben, vagy deszakralizált térben kezdtem el dolgozni. Pontosabban a Magyar Képzőművészeti Egyetem kálváriájába terveztem egy munkát, és ugye itt fontos szempont volt az, hogy a kálvárja kövekként volt áthozva a Ferencvárosból, tehát ennek a térnek volt egy megmentése. És én ebbe az attitűdbe úgy csatlakoztam hozzá a saját koncepciómmal, hogy végül is egy női betegség témát állítottam párhuzamba a kálvária történetével, és ilyen üveg installációt hoztam létre, amiben be voltak függesztve, vagy be voltak rakva fotogramok, és az üvegekben pedig víz volt egyébként, és megváltoztatták tehát a víz által megváltozott a grafikák színe, és egyre erőteljesebben ilyen zöldé alakult, és ezzel is próbáltam utalni egyfajta ilyen kórházi közegre. És ezt az installációt nagyon sokféleképpen kipróbáltam, hogy végül is egy nem szakrális térben is hogy működik. És végül is ugye azt is mondhatnánk, hogy ha a szakrális térben kiállítunk szakrális munkát, akkor végül is egy munkától fel tud erősödni a szakrális mondani valója, de ha például nem szakrális a munka, akkor is kaphat egy szakrális értelmet a tér miatt. Tehát nagyon sok variáns alakulhat egy ilyen rendszerben, és hát végül is ugye itt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsai termében is kiállítottam ezt a munkát, és különböző formációkban, például a Magyar Nemzeti Galériában, és hát itt egy erőteljes betegség történetet mutattam meg a szög motívummal, illetve azoknak a bemozgatásával. Most
annyira itt nem látszódik. Nem tudom, le lehetne esetleg kapcsolni a hátsó részt, a világítás, bocsánat. Lehet, hogy jobban látszódna. És hát igen, ennek a munkának végül is az volt a lényege, hogy a betegségek ugye újra és újra visszajöhetnek, de mégis van egy ilyen megtisztult állapot. És hát a szögmotívum is ugye utalta a krisztusi jelenlétre. Hát ez volt a következő munkám, ami a Somorjai zsinagógában volt kiállítva, és itt feldolgoztam a városnak a kisebbség és a többség közötti viszonyát egymással, és hát ilyen identitásházakat helyeztem el a térben, ahol különböző föliratok jelentek meg 200 éves perekből, és hát próbáltam egy kicsit felrázni a Somorja közösségét, hogy identitásban álljanak ki a saját véleményeikért, és ez amiatt is volt számomra fontos, mert a városban nagyon erős az asszimiláció, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember egyénileg meg tudja határozni saját magát, mert hogyha ez nem történik meg, akkor egyfajta depersonalizáció történik, és tulajdonképpen ez egy pszichikai betegség, hogyha úgy mondjuk, ezt is mondhatjuk. Hát itt vannak a pszichológus barátnőim, úgyhogy lehet, hogy ugyanezen a véleményen vagyunk. És hát ugye utaltam itt a munkával arra, hogy a városnak volt egy nagyon erőteljes politikai identitás megváltoztatása, mert ugye abszolút lerombolták a régi épületeinket a 80-as években, mint ahogy Felvidéken nagyon sok városban végigfuttatták ezt a jelenséget, és ez ugye ahhoz is vezetett, hogy a magyarság végülis elszakadta a saját gyökereitől, ami szerintem egy elég erőteljes fájó pont, mert igaz, a képeken nem látszik, de például Somorja város is több mint 500 éves, 650 pontosan, és ez a mostani város arculatán egyáltalán nem látszik, tehát teljesen új típusú városnak néz ki. És ezt a tematikát dolgoztam fel ugye a házak kapcsán, és hát a házakban megjelentek az arcok, végül is, mint identitás szimbólum, és végül is a 200 éves perekből az idézetek, ha nem vétkeztél, mi okra reszkedtél, vagy honnan és kivel jöttél ide Somorjára, vagy mi dologban, például, vagy pedig megmered én neki ezt szemébe mondani, és végül is az ábrázolásoknál tudatosan hoztam be ismét a szög motívumot, amik kvázi eltakarják az érzékszerveket, amikkel ugye kifejezhetnénk saját magunkat. És hát ugye az egész installációnak volt egy olyan feloldása, hogy a házaknak a tetején tükrök voltak, amik nagyon szépen kommunikáltak kifele a térrel. Leginkább ugye a református templomban megjelenő kiállításomon, ez egy 12. századi templom, és ilyen kopogtató figurák vannak a falakon. Bocsánat, csak itt kicsit ugrál itt a vetítés. És hát ez a munka is nagyon sok helyen megjelent. A berlini Collegium Hungaricumban volt egy kiállításom, ahol ezt az identitás témát bemutattuk, illetve a Macedón Nemzeti Galériában is volt egy munkám. Majd az identitás kérdés után megjelent egy számomra nagyon szomorú tematika. Elvesztettem a vőlegényemet egy balesetben, és ezt a tragédiát dolgoztam fel igazából, és hát az ő emlékére állítottam fel egy kiállítást először Óbudán. Ez egy nagyon hosszú, erőteljes év sorozat volt számomra, ami ki tudott íródni belőlem ez a tragédia, és hát 3-4 éven keresztül
táblákat installáltam be a térben különböző módon, és tényleg próbáltam kiírni saját magamból a gyásznak a folyamatát, és hát installációban úgy oldottam meg ezt a problematikát, hogy végül is táblákat függesztettem a térben, ami teljesen sötét volt, és lámpával lehetett körbejárni a kiállítást egyfajta útkeresésként, és lényegében föltettem magamba azt a kérdést, hogy vajon meddig keresheti az ember az életútját, és ha rátalál a bizonyosságra, akkor jön a szakító próba, tehát akkor ér véget az életünk. Úgyhogy végül is ez egy nagyon intenzív élethelyzet volt így a számomra, és hát sok esetben ugye tanácsot is kértem a saját közegemtől, és a kiállítások mellé beszélgetéseket is szerveztünk. Ugye tulajdonképpen, ha a halálról beszélünk, akkor sok esetben az életről is, az életnek a minőségéről, és akkor értjük meg igazán, hogy tényleg milyen értékes az életünk, hogyha az ember megtapasztalja a gyászt és a mulandóságot. Úgyhogy ez egy nagyon erőteljes fordulópont volt az én életemben, és igazából a hittel való kapcsolódás is így erősen megfogalmazódott a munkáimban, és hát a személyes életemben is. És hát itt láthatóak a grafikák, amik végül is ilyen fotogramszerű eljárással készültek, és hát számomra tényleg egy feldolgozást mutatott. Úgyhogy nagyon segített az alkotói folyamat abban, hogy ezt a traumatizált élethelyzetet fel tudjam dolgozni, és nagyon sok, tehát úgy érzem, hogy volt egy poszttraumás növekedés is az életemben, és nagyon sok mindent másképp látok és értelmezek. Hát ugye tudok apró dolgoknak örülni, és én úgy gondolom, hogy aki ilyen helyzetten átesik, az tényleg jobb esetben egy más típusú és más minőségű életet tud élni. És hát a következő munkám is tulajdonképpen a gyászfeldolgozása volt, de ez már egy picit más értelemben, mert kíváncsi voltam arra, hogy végül is mások ezt a folyamatot hogyan dolgozzák fel az életükben, és egy kérdőívet állítottam össze a pszichológus barátnőm segítségével, itt ül közöttünk, Csémi Melinda, és tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, hogy hány évnek kell eltelnie ahhoz például, hogy az ember lelkileg meg tudjon nyugodni például, vagy milyen az életminőség egy ilyen tragédia után, mit értelmez másképp az életében, milyen céljai vannak utána, hogy alakul a baráti kapcsolódás, milyen új feladatokat lát az életében, vagy hogyan alakul a hittel való kapcsolódás például, mi az, ami őt átsegítette egy ilyen traumatizált helyzeten. És hát sok esetben azt tapasztaltam, hogy a gyászoló személyét nagyon erősen megtámadják, akár verbálisan is. Tehát az a baj, hogy szerintem a társadalom nem foglalkozik a lelki szinten a traumáknak a feldolgozásával, és tényleg kényszeresen a szőnyeg alá söpörjük a problémákat, nem beszéljük ki, kollektívan se segítünk egymásnak. És ha van egy ilyen helyzet, hogy valakit elvesztünk, egy nagyon fontos szemét, akkor nagyon sok esetben a társadalom elvárja azt a gyászolótól, hogy egyik hétről a másikra jól legyen. De igazából miért kéne? Mert ugye van egy gyász folyamat, amit át kell élnünk, és át kell alakítanunk az életünkben. És hát nekem ez a teljes megnyugvás itt talán 4 év után jött, és amikor úgy éreztem, hogy egy nyugvó pontra jutottam, akkor kiállítottam az összes táblás munkámat a Somorjai zsinagógában. Egyébként Beke László tanár úr nyitotta meg, ő is itt van közöttünk, és volt egyfajta lezárása
ennek a folyamatnak azáltal, hogy végül is ilyen módon pontot tettem az íre, és tényleg így azóta nem is állítottam ki ezeket a munkáimat, úgyhogy végül is a táblák is a helyére kerültek szó szerint, ugye a földre kerültek, és már nem volt meg ez a lebegés állapot, ez a bizonytalanság, ami korábban megjelent az installációban. És hát itt is több tárlatvezetést tartottunk a feldolgozással, a traumatizált helyzetekkel kapcsolatban, és hát a számomra nagyon szimbolikus képeket kiemeltem, ami ugye az új kapcsolat, a férjemmel való kapcsolódásomnak a szimbolikus képe, tehát hogy tényleg úgy éreztem, hogy egy jó helyzetbe tudtam kerülni azáltal, hogy megismerhettem. És hát voltak különböző interaktív installációim is, ahol szintén megjelentek a táblák. Ez olyan módon interaktív, hogy végül is föl van téve a kérdés a nézők számára, hogy ön szerint mi a hiba, illetve ön szerint mi a bevésődés. És én ezeket a válaszokat gyűjtöttem hónapokon keresztül a Modemben, illetve a Dunaszerdahelyi kiállítás során, és hát foglalkoztatott, hogy az egyén és a társadalom kapcsolódása milyen viszonyban áll, tehát hogyha mi vagyunk, mint egyének, akkor hogyan eresztjük be a mi személyes terünkbe a társadalmat, mik az elvárások például, és hát ez is egy tanulságos munka volt ilyen szinten. És hát most így elérkeztünk tematikailag a mostani kiállításhoz. Ugye ezek a lélekterek. Tehát a kiállító térben egy válogatás látható olyan szinten, hogy végül is 2015-től dolgozom ezen a fajta technikai megoldáson. És hát ugye az összes sorozatban, vagy három sorozatban, amit itt látunk, végülis megjelenik a hittel való kapcsolódás, illetve technikailag úgy dolgozom a képeken, hogy üvegre festek, és hát szabad szemmel nem ezeket a színeket látom, amit a legvégén, hanem az invert verzióit, és nagyon szépen ki tudom használni az üvegnek a sajátosságát olyan módon, hogy ugye az üvegnek két oldala van, van egyfajta transzparenciája, és a színek is tulajdonképpen szépen tudnak rétegződni egymással ezáltal. És az üvegfestés után leszkenelem az üveglapokat, majd átinvertálom a színeket, és ettől egészen fényes színskálát tudok kapni. Na most itt a kiállító térben, ugye a lélekterek sorozat látható itt a városképekkel, illetve a pusztulás és tisztulás sorozat és a továbbított üzenet, aminek a folytatása majd a Szent István Bazilikában lesz, március 20-án egy installatív formában. És hát picit beszélnék még itt a lélekterek sorozatról. Végül is itt megapoliszokat látunk. Olyan az egész sorozat szerintem, minthogyha végülis olyan a hatása, mintha benne lennénk egy szobabelsőben, tehát van egy ilyen oltalmazó védő közegünk, és kifele nézünk a városra. De hát elég sok szituáció történik, ugye vannak égővárosaink, vannak egészen nyugodt helyzetben lévő városok, megapoliszok, ahol végül is ugye a fény áradat van, és valahol számunkra ez egy nagyon jellegzetes városkép, amit nap mint nap látunk. Tehát szerintem ettől van egy intenzív kapcsolódás is. Ilyen módon szokták szeretni a képeket. És hát ami szokatlan, az, hogy a bréírás megjelenik a képekben. A 10 parancsolatot raktam be. És ezek a kicsi pontocskák nem dombor formát alkotnak, tehát nem lehet őket megérinteni, hanem csak ugye látjuk. És hát ez az üzenet, az a koncepciója a sorozatnak, hogy megkaptuk a 10 parancsolatot, de nem tudjuk olvasni, tehát a látók se
tudják elolvasni, se a vakok, mivel ugye nem tudják letapogatni az írásokat. És hát ugye a Lélekterek sorozatban megjelennek a különböző kéztartások is, ez is ad egyfajta ilyen óvó jelleget a világunknak végül is. És hát ugye a kéztartás ez az ókeresztény bizánci művészetben is ugyanúgy megjelenő motívum, illetve ugye több vallásnál is az istenségnek a jelképe. Tehát én abszolút azzal a gesztussal festettem meg ezeket a képeket, hogy végül is van egy óvó szándékom az egész világ felé, ha ezt mondhatjuk. És hát ugye megjelennek az égő templomok is a pusztulás vagy tisztulás sorozatban, és hát ugye itt utalok a bibliai Szodoma és a Gomora történetére is akár, de van egy konkrét élményem azzal kapcsolatban, hogy Somorján a református templomban a padokat kicserélték, amik több száz évesek voltak, és hát ugye azt láttam több fórumon, hogy az idősek megsiratják a padsorokat, mivel ugye generációs padok voltak, úgymond, tehát mindenki tudta, hogy az ő családja melyik a padsorhoz tartozik. És hát így feljött bennem ez a kérdés, hogy akkor valójában mihez kapcsolódunk, a terekhez, vagy a tárgyakhoz, vagy a hit az saját magunkban van benne. Úgyhogy végül is ez volt az indítatása, az egyik indítatás ennek az égő templomnak, tehát abszolút nem a pejoratív szándék. És hát a templom ábrázolást, a festést azt 2006-tól indítottam, és hát így visszatekintve azt látom, hogy egyre jobban lenyugodnak ezek a kérdéses helyzetek a képeken, meg a legelején ugye megjelentek kérdések, a tűz például, de egyre inkább a lebegő állapotból egyfajta nyugalmi helyzetet kerít az egész rendszer. És hát ennek az installációnak, vagy a sorozatnak volt egyébként egy lightboxos verziója is, tehát csak ugye itt most a falakra nem tudtuk volna a súly miatt kirakni, tehát ezek valóban világítanak, és lehet a fénnyel játszani. Úgyhogy ez a kiállításom korábban a Pozsonyi Nemzeti Galériában volt. Itt láthatják a többi munkát. Nem az összeset állítottam ki egyébként. Úgyhogy nagyjából ezt szerettem volna elmondani. Még van a bölcsős téma, arról még egy nagyon picit mesélek. Igen, itt van. Ugye ez volt a mestermunkám, a Limes Galériában a doktori mestermunkám, és itt a meddőség tematikát dolgoztuk fel a férjemmel. Tulajdonképpen minden ötödik házaspár szenved ezzel a helyzettel, élethelyzettel, amit nagyon nehéz megoldani, és nagyon sok esetben az endometriózis női betegség áll a háttérben, és viszonylag erről kevesen tudnak, és számomra ez egyfajta ilyen figyelemfelkeltés volt, egy információ a kiállítás által, hogy erről beszéljünk. És itt is kérdőíveket állítottam össze, amiket az endometriózis támogató csoportban kiraktam, és erre különböző élettörténeteket osztottak meg velem a hölgyek, úgyhogy abszolút hiteles háttér volt a munka megoldásánál, és végül is ilyen bölcsőket helyeztünk el a térbe, amik világítottak, és a bölcsőkben gipsz réteget helyeztünk el, és az idő múlásával ezek a gipszek ugye megszáradtak, és kiadták a baba formát. Na most nem mindegyik bölcsőben volt kisbaba, és ugye ezzel is utaltunk a meddőségnek a problematikájára, és végül is az installációhoz egy hang is tartozott. Bandor Éva, Jászai Mari díjas színésznővel játszottuk fel a hangot, és ezek a történetek körbe-körbe mentek
ugye az installálás vagy a kiállítás során, és hát a kérdéseim és a válaszok, a tipikus válaszok megjelentek a táblákon is. Itt is föltettem azt a kérdést például, hogy mi mindent tettek meg azért, hogy gyermekük születhessen a pároknak. Éreznek-e például bűntudatot amiatt, hogy ilyen helyzetbe kerültek, vagy mikor döntöttek úgy, hogy örökbe fogadnak például, hogyha vér szerinti édesanyákkal nem válhatnak, akkor még szív szerintivé igen. És hát itt is utolsó kérdésem az volt, hogy alakult a hittel való kapcsolódásuk egy ilyen probléma után. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. A második része az együttlétünknek az asztalra koncentrálódik, és az asztal körül ülünk, és megkérem akkor Kics Pétert is, hogy akinek a kiállítását most nyitottuk meg 17:30 a magas földszinten és a Pedro Arupa teremben, hogy foglaljatok akkor ott helyet. Egy kérdés, hogy családiassabb? Hozzuk előrébb az asztalt, akkor Péterrel megfogjuk az asztalt, jó? És egy kicsit előrébb visszük. Hát, hogy ne ilyen messze, ez egy installáció volt igazából itt most a térben, ha látták, hogy helyezkedett el minden, de ezen most akkor túl vagyunk. Köszönöm szépen. És akkor a beszélgetésnek a témája, ugye mi most következik, hogy hát valahogy úgy menjünk majd haza, hogy amit akartam, kimondtam, amit akartam, megkérdeztem, amit bennem volt, hogy ezt meg tudtam osztani, hogy valóban valamiféleképpen ez egy élő beszélgetés legyen. Vannak kérdéseim, de azt szeretném, hogy tényleg, hogy mindannyian, ha valakinek van valami konkrét kérdése, akármelyik művészhez, hogy akkor legyen lehetősége azt föltenni. Tegyünk egy ilyen mindjárt elején, csak egy ilyen próbát, hogy ki az, akinek van kérdése, hogy szeretne valamit megkérdezni, vagy valamit reflektálni, akár a lenti fotókiállításra, akár egy fönt találtottakra. Van ilyen valaki? Igen, egy van, jó. Akkor ezt megjegyeztük, nem, majd eljön az ideje. De akkor indulásul én azt kérném, hogy Pétert szólítanám meg, hogy most megvolt ott a lenti ég és föld találkozása. Itt is elhangzott ég és föld találkozása, a szakralitása, a különféle formái. Hogy most hallgattuk és láttuk az előadást. Mi az, ami úgy megfogott abból, amit itt most látsz és hallottál? Hát engem nagyon megfogott a gyászmunkának a feldolgozása, ez hihetetlen nehéz lehetett, és hát nem tudom, hogy én mennyi idő alatt tudtam volna megcsinálni. Másrészt pedig ez a technika, már hozzám elég közel áll a fotográfiával kapcsolatban a technika, hogy ezeknek a műveknek a technikája, ez hihetetlen érdekes, és tulajdonképpen az átjárhatóságot is mutatja a világ és a szakrális tér között azzal, hogy átvilágíthatók ezek a munkák, és egészen másképp, más élményt adhatnak átvilágítva, gondolom én, mint így síkban, és az valószínűleg megemeli az egészet. Így is nagyon hatásosak és megfogtak ezek a munkák, úgy még egy egész plusz aurájuk is lehet.
Nem. Hát az én munkáim sokkal földhöz ragadtabbak, mert én az épület felől megyek, és engem az épület és az épületnek a megkomponálása és annak a funkcionalizmusa érdekel, hogy azon túl, hogy valaki tervez egy ragyogó modern épületet, vagy egy modernista épületet, vagy bármilyen jó épületet, az olyan szempontból funkcionális-e, hogy lehet-e ott imádkozni, hogy van-e annak, ide nem illik ez, hogy hangulat, de hogy van-e olyan lelke annak a templomnak, ami megfogja azt, aki oda bemegy. Ön ahány művész, annyiféle. Nekem az jön le, már többedik találkozás, beszélgetés minden nyomán volt, hogy ugye hármasban Féreddel, Arszakra sorozatban beszélgettünk, sok minden előjött az életetekből, de az jön le, hogy van egy érzés benned, van egy kihívás, van egy probléma, kedves Éva, valami, és akkor ahhoz keresel formákat, jól gondolom, és hogy mert ugye sok művésznek először van egy víziója, van egy vizuális motívum, van egy színes, és elhangzott az előadásodban, hogy a lebegés, a bizonytalanság. Így, ha jól emlékszem, ez volt, hogy amikor aztán valahogy földolgoztad a bizonytalan állapotot, akkor földön helyükre kerültek a dolgok. Itt vannak ezek a lebegő templomok, egyiket, másikat én magamban úgy nevezem, mint egy ilyen mint az egércsapda, ugye, hogy a templomcsapda, hogy föl van támasztva, aztán benn mennek az emberek, és akkor... hogy van ez a kérdés, ez a bizonytalanság, a lebegés, a templom, ezekkel kapcsolatban van esetleg valami, amit mondanál? Hát szerintem ez is valamilyen módon kapcsolódik ahhoz, hogy ezt nem mondtam, de az egészség témához. Múlt héten volt egy újságíró, akivel megnéztük a kiállítást, és neki is ugye beszéltem arról, hogy a templomnak mi az etimológiája, és az végül is az alap archetípusokról beszélgettünk, például az emlékezetről, vagy az egyéni kollektív tudatról, és ő kérdezte meg azt, hogy és egyébként nem az egészséghez kapcsolódik? És mondtam, hogy erre most így nagyon rátapintott, mert hát így küzdök folyamatosan ilyen dolgokkal. Úgyhogy valószínűleg nekem ebből jött ez a fajta kérdéskör is, hogy van egyfajta támaszom, amihez mindig hozzá tudok menni, és úgy végül is a nehézségeket se kapjuk véletlenül. Tehát van is egy ilyen munkám, hogy szerethet engem Isten, hogy ennyire próbál, és szerintem mindenki annyi, és olyan súlyú csomagot kap, amit elbír. Úgyhogy nekem valószínűleg ez a feladatom, hogy ilyen típusú munkákat feldolgozzak, és valahogy ezt kiírjam magamból. Úgyhogy igen, a templomforma valóban néha csapda kérdőjelekkel, mert hát szerintem a mélyen hívő emberbe is néha feljönnek olyan kérdések, ami szerintem nem bűn, hogy gondol, és próbál rá választ találni. De attól még ugyanolyan erős lehet a hite például. És hát a lebegésben is azért sokféle, érzet van. Tehát egyfajta elrugaszkodás is, hogy az ember picit felülről nézze a dolgokat, aztán visszajön a földre. Vagy van egyfajta kapcsolódás is ugye a transzcendens fele. Néha úgy elvágyódik, aztán visszatér. Úgyhogy nekem ezt is jelenti. Jézusnál az mindig egy fontos dolog volt, hogy a valódi kommunikáció legyen. Tehát, hogy amikor beszélt valamikor, valamit mondott, egy példabeszédet, hogy amikor
visszakérdeztek, amikor ellenálltak, tehát amikor valódi kommunikáció volt, akkor Jézus kezdett ilyeneket mondani, hogy nektek adatot, hogy megértsétek, hogy lássátok. Szóval aki mer belemenni a kérdésbe, a helyzetbe, a problémába, és hát azt gondolom, hogy nem a kérdéssel nincsen baj sosem, csak ja. Úgyhogy a kérdéssel nincsen baj sosem, akkor most adnám a mikrofont, és majd utána. Jó estét kívánok mindenkinek! Ez nem lesz annyira szakmai kérdés, inkább ilyen érdeklődés lesz, hogy mi lesz a képek sorsa, miután a kiállítás, zarándoklat sorozaton végigmegy, és hogy külön tudnak-e majd válni a képek. Hát általában külön vannak, és hát barátokhoz, családokhoz szoktak kerülni, úgyhogy neked is szívesen adok a faladra. Úgyhogy igen, én is így ritkán látom együtt a munkákat együtt, már ilyen értelemben az egész sorozatot, és ugye ez mind egy helyigényes műfaj. Úgyhogy valahol ugye tárolni kell, és ez mindig egy nehéz ügy, és pont emiatt, ami elfogadható a lakásban, és az ember együtt tud élni vele, akkor én nagyon szívesen oda szoktam adni a családnak, vagy a rokonságnak, és mondjuk egy installációnál már egy kicsit más a helyzet, de hát folyamatosan növöm ki a házat, és... A térigényem az elég nagy, úgyhogy viszont azt tapasztalom, hogy tényleg szerették ezt a, főleg a városos sorozatot, úgyhogy szinte mindegyikből vettek meg, és amire nagyon büszke vagyok, végül is ez a munkám, ez a nagy munkám, ez most eladásra került a Sotheby aukción, ami ugye Londonban egy nagyon híres aukció, úgyhogy még kicsit dicsekszem. Köszi szépen. Akkor ha nincs prioribb jelölt, akkor azt a kéket majd előre lefoglalom. Köszönöm szépen akkor. Jó napot kívánok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az, hogy egy templomot nem használnak, hogy üressé válik, vagy mint Magyarországon is elég sok olyan zsinagóga van, ami vívóteremtől kezdve, tévéstúdió, vagy ilyesmi. Nem töltött el téged szomorúsága? Mert hát nyilván a katolikus templomoknak is volt ilyen sorsuk. Tehát az, hogy egy templomot nem arra használnak, ami az eredeti lelke. Engem ez nagyon-nagyon szomorúsággal tölt. De igazából... Még így is, hogyha kiállítások vannak. Igen. De úgy alapvetően én szomorú vagyok ettől, tehát ugye itt is nem véletlenül emeltem be a szekularizációnak a folyamatát, hogy ugye elszakadtunk a vallásosságtól, mert én azt gondolom, vagy úgy érzékelem, hogy például a kortárs művészetben nagyon sok művész, aki még szakrális tematikával is dolgozik, valamiért itt nem vállalja fel ezt a fajta irányultságot, mert ami szerintem a társadalomra is igaz, ez a fajta attitűd, hogyha az ember fölvállalja, hogy vallásos, vagy szakrális irányba gondolkozik, akkor úgy értelmezi a másik ember, hogy végül is saját magát bezárja egy skatujába. Közben megfordított helyzet van, mert hogyha a Bibliát olvassuk, akkor az összes élethelyzetünkre megvan a megoldás. Én így értelmezem ezt az egészet, úgyhogy engem nem bezárt, hanem kinyitotta az útjaimat, én így érzem. Igen, értem. Még azt szerettem volna, a fotós úr a férjem, és azért én rendkívül sokszor látom a fotókat. Nem vagyok ott személyesen, mert ez egy magányos műfaj, és azt érzékelem, hogy ezek a terek nem azok a régi intim terek, ahova az ember elvonul, akár azért, mert sötétebb van, hogy ne lássa mindenki azt, hogy én nekem milyen érzelmeim vannak. Engem nagyon-nagyon zavar ezekbe az új templomokba ez a, nem tudom, mi az ön véleménye. A Péter fotózta, tehát ő egész más oldalról nézte, művészileg, kompozíciólag, meg hogy mi az, ami megfogható különleges benne, de nekem, aki bemegyek, nekem ez nagyon-nagyon
nagyon rossz, és hát ráadásul, ahogy mesélte a Péter, azért Zömében nincs is akkor, túl nagy a befogadó tér. Tehát sokkal kevesebb sajnos, akik használják is. Mivel meg vagyok szólítva, ezért válaszolok, és utána majd akkor a hölgynek, hogyha nem hölgyet mondok, akkor kit mondjak? Melinda, jó. Akkor ugye szakrális terek és szakrális terek, sok különbözőség van eredendően, templom és templom között. Ugye templomnak mondjuk az imaházakat is, pedig azok imaházak. Ugye a protestantizmus idején nagyon világosan megmondták, nem templom, nincs áldozat, ugye attól lesz az imádság helye templommá, hogy ott van valamiféle áldozat. Ez a mondjuk, persze akármilyen tartalmat adhatunk a szavaknak, de mondjuk ha próbáljuk a közmegegyezés alapján használni a szavakat, akkor ez van. Most ma mindent, ahol imádkoznak, vagy ilyen közösségi imahely, akkor az templom. De hát a zsinagóga, a közösség összejövetelének a helye, ahol imádkoznak is, ahol vannak ünnepségek is, a muzulmán, szóval mecseteknél is van, ahol vannak szigorúbban, ahol szigorúban csak az imádság megy, de vannak nagyon olyan terek, ahol az imádság úgy, aztán jön az esküvő, aztán jön a lakodalom, és minden, a közösségnek a helye. Most a II. Vatikáni zsinat után a katolikus templomokban az a hangsúly tevődött a templomra, hogy ez nem csak az imádság háza, hanem az emberi közösségnek is a háza. És ezért, hogy ez a közösség kifejeződjön, ezért formálódott át nagyon sok minden a templomban, és tulajdonképpen a templom igazi szakralitását, legalábbis katolikuséknál, ugye, az, hogy föl is szentelik a teret. Tehát ott nem minden katolikus templom van felszentelve, de a legtöbb, főleg plébánia templom, azokat egy nagyon komoly szertartással Istennek ajánlják, és hiszük is, hogy ott valóban valami történt. Na most ezek, csak ilyen esetekben beszélhetünk igazából deszakralizált terekről. Tehát amit egyszer szakrálisnak, tehát kizárólagosan az Isten-ember találkozásának, a föld és az ég találkozásának a helyekén felszabadítottak minden más alól, ez a fő célja, hogy az Isten és az ember találkozásának a helye legyen, erre szentelik föl. Itt, ahol vagyunk, ezt 1912-ben szentelték, egy Mária kongregációs kápolna volt, és az 50-es években ez teljesen deszakralizálódott, mert egészen mindenfélére használták, stúdió volt benne, és mindaz, ami azzal jár, és a többi. És ezt nem szenteltük újra, tehát ez nem egy újra fölszentelt, tehát ez most nem egy szakrális tér a szónak az eredeti értelmében. De csak ezeket akartam hozzátenni, tehát hogy ez is egy érdekes kérdés, hogyha belépünk egy olyan templomba, ahol az elsődleges, az áldozat, ahogy az már Krisztus családjában van az áldozat, tehát nem a mások, meg az állatok, meg nem tudom minek a föláldozása, hanem a krisztusi áldozat van a középpontban, és ahol ennek átadták a teret, az, mint szakrális tér milyen, és hát nyilván az ember Istennel való találkozásának a helye minden protestáns templom, minden hívő ember közösség, ahol összegyűlik, az is ad valamiféle szakralitást, de a szakralitások között különbségek vannak. Hát én most kicsit sokat beszéltem, de látom Péter, aki sokat fényképezik, szeretne mondani valamit, utána majd szintén, és akkor igen. Aki még nem szólalt, az mindig előnyben van, jó? És akkor majd utána fogom tovább. Hát nem, én ahogy tanulmányoztam az irodalmat, én úgy gondolom, hogy itt a II. Vatikáni zsinat nem lebecsülve annak a rendkívüli teljesítményét és az egyház megújító szerepét, kénytelen volt utána menni az építészeknek, akik miután mindig újat akartak csinálni és mást akartak csinálni, másfajta templomokat építettek, mint amit korábban, és az egyház kénytelen volt ezek egy részét elfogadni. Én a magam részéről nem vagyok feltétlenül híve ezeknek a rendkívül világos templomoknak, holott az általam fényképezetteknek a túlnyomó többsége túlságosan világos, mert egész egyszerűen nem
én úgy gondolom, hogy nem biztosítja azt, amit egy templomtérnek biztosítania kellene. Mert egy református templomban, ahol aztán tényleg ott csak a közösség az, amelyik a tulajdonképpeni transzcendenciát létrehozza, amikor együtt van és amikor hallgatják a lelkipásztort, az egy teljesen más világ. Akkor most... De nem tudom, de ő más volt, és aki még nem fogadott. Akkor én... Csak ne azt mondom, amit én akarok. Biztos nem az lesz. Azt szeretném mondani ehhez a szakrális tér vitához kapcsolódva, hogy számomra katolikus hívő ember számára az épületben a legfontosabb Jézus Krisztus jelenléte, mégpedig akkor, amikor a Szentmisén áldoztat, tehát átváltozás történik, és abban részesülnek a hívek, ez minden, és még utána is egy nagyon fontos kérdés, hogy abban a térben van-e szentség, tabernákulum, és benne Jézus Krisztus. Hát szóval ez az én hitem, és ebből rengeteg minden következik a belehelyezett műalkotások számára is, és rengeteg minden az épület számára, mert abból kifelé kell megépíteni azt a teret. Még két gondolat. Az egyik, hogy a protestánsoknál ez nem egészen így van, mert ők közösségbe gondolkoznak, az a tér, ahol összejönnek a hívők, és hallgatják az igét. Na most a másik, hogy amikor elkezdődött a templomépítés, aminek a mintája a jeruzsálemi templom volt, hát ott is a szentség volt a legfontosabb, a fricsátorból megérkezett oda maga az Isten, és oda a hívők hozzá se férhettek az elején, és még a középkorban is ott volt a szentély rekesztő, és a pap ott mögötte végezte el az átváltoztatást, és hát szóval a második vatikáni zsinatban, de ez a dolog, hogy szembemisézés, stb. Egyes gonoszabb emberek szerint az építészeknek volt a lobbia, hogy őnekik legyen több munkájuk, de azzal az én véleményem szerint a szembemisézés az már egy nagyon mai dolog, és ezt szerettem volna elmondani. Most igen, adom. Én azt gondolom, az a fontos, hogy mindenki tényleg azt mondja, amit gondol, és nem vitatkozunk, hogy most kinek van igaza, hanem kiegészítjük egymást ki, hogyan. Nyilván van egy közmegegyezés, ahogy a szavak értelmének is, a templomoknak, szentség és a többinek. Ez egy dolog, de hát ezt mindannyian magunk személyesen fogadjuk be ennek a megértését. Akkor most Melinda. Köszönöm, én vagyok itt a leghevesebb, úgy látszik. Én arra szerettem volna, nem tudom, hogy szólíthatom. A Judit reagálására szerettem volna reagálni, hogy igen, szerintem nagyon-nagyon szomorú az, hogy így maradtak a zsinagógák, meg hogy raktárnak használták Somorján is, és azt gondolom, hogy ez a történelem múlt feldolgozásnak, vagy annak a tagadásának egy nagyon-nagyon erős szimbóluma lehetett. Ez most jutott eszembe, hogy mondtad. És hogy Somorján meg... Szerintem ez is hozzátesz ahhoz, hogy mi elég büszke somorjaiak lettünk, hogy elindult egy ilyen dolog. Én nem is tudom, hogy mikor rehabilitálták, vagy mikor kezdődött az, hogy a zsinagóga, ami addig raktár, meg nem is tudom, hogy micsoda volt a város egyik fontos részébe. Így a szlovákiai magyar és a szlovákiai szlovák kulturális élet egy nagyon-nagyon fontos központja volt. A II. Világháború borzalmai miatt a zsinagóga nem tudta felvenni azt a szerepet, amit korábban, de hogy egy ilyen nagyon
erős központja lett a történelmi múltfeldolgozásnak, és nagyon sok zsidó tematikájú kulturális rendezvény központjává vált a város, ez kiterjesztődött egyéb spirituális méltóságok, nem tudom, tehát, hogy így nem kisebb pályás hely lett, mint hogy először látogatott Szlovákiába a Dalai Láma, és akkor az egész bagázsot ott volt, hát nem is tudták, tehát nagyon-nagyon érdekes ilyen spirituális megvallási találkozók voltak, én emlékszem, amikor a mandalát ott készítették a tibeti szerzetesek és a somorjaiak, meg egy egészen más hozzáállásból, nyugati hozzáállásból, így nagyon sajnálták, hogy a Dunába öntik később, és így kérdezték, hogy nem lehetne megmenteni valahogy. Szóval, hogy szerintem Somorjai nagyon-nagyon jó példája annak, hogy visszacsinálni a múltat sajnos nem lehet, de hogy mondjuk hogy lehet. És tényleg a tibeti szerzeteseket váltotta a Preszter Gábor, meg izraeli művészek, meg szerintem nagyon sok mindenki volt ott, úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk. De jó, olyan jó mindig hallani, amikor a lokálpatrióta, a kiegyensúlyozott normális lokálpatrióta, az büszkén vallja, amit számára így fontos. Van-e valaki, akinek közben a kérdése lenne, akár itt, akár ott? Én szeretném provokálni Vas Norbertet, majd mindjárt mondom a kérdést, de közben van egy jelentkezés. A kérdésem majd az, hogy elég sokat foglalkoztál Maier Évának a Maier Éva jelenséggel, mondjuk itt. Tehát a képekben, meg a gondolatokban, meg minden módon. Van-e benned valami olyan kérdés, akit sokat tettél azért, hogy promóciósja meg legyen rendben ennek a kiállításnak, és ahogy most a fénykép kiállításnak is. Tehát, hogy van-e neked valamiféle kérdésed, most egy kicsit provokálok. Én arról szeretnék beszélni, hogy gyakran az üres templom is sugároz olyan szakralitást, hogy megdöbbentő. Én éltem át ilyet. Ez Olaszországban volt, egy ilyen társas utazáson vettem részt, és ott mellettünk volt elég közel egy kápolna. És hát ugye ott él a mécses, az örök mécses ott égett, maga a templom egy kápolna volt tulajdonképpen. Mégis annyi, hogy mondjam, annyi érzést váltott ki bennem, mert üres volt. Szóval valahogy úgy kiabált, hogy elhagytatok, és nagyon szomorú voltam. Akkor szeretnék hivatkozni Jékeli Zoltánnak az egyik versére, a Marosvécsi templom, ami hát az egyik kedvencem, és hát ugye arról szól, hogy fogynak ugye a Trianon után vagyunk, és nagyon kevesen vannak a templomban. Ő ott van, heten vannak, és nem, a hetedik maga az Úr. És hullik a vakolat, és denevér is ugye időnként meglátogatja. Egy döbbenetes kép, egy nagyon megragadó kép. És ez is egy szakralitást, egy méltóságot sugároz. Én valahogy összekötném a méltóság fogalmát is a szakralitással, mert önkéntelenül is egy ilyen nagy-nagy tiszteletet sugároz. És talán ebbe fejezném. Hát nem akarok sokat beszélni, mert bár beszéd a kenyerem, de ez jutott eszembe. De ha már így, ha mondja, hogy a beszéd a kenyerem, milyen szempontból tanít? Nem, én már nyugdíjas vagyok, de jogász voltam. Igen, és hát könyveket is írok. Akkor Norbert már jött előre, és utána kapja a mikrofon. Köszönöm és elnézést. Hát először azt mondanám, hogy én hogy éltem meg a te kiállításodat itt, Éva. Láttam annak idején a Kisceliben a tárlatodat évekkel ezelőtt, és amikor én megérkeztem ide dolgozni, akkor már a kiállítási programom szerepelt egy Maier Éva kiállítás, és aztán ugye többfelel találkoztam a neveddel. Szóval nekem ez egy ajándék volt, és nagy kíváncsiság. És valahogy úgy alakult, hogy amióta itt van a térben ez
a tárlat, valahogy nekem egy ilyen meditációs térré alakult ez a tér. Tehát, hogy többször azon kaptam magamat, hogy amikor véget ér a munkaidőm, akkor még bejövök ide, vagy akár napközben is. Ezt most a főnököm jelenlétében mondom, hogy lecsíptem a munkaidőmből is 2-3 percet, hogy nézzem az Éva képeit, és hogy az lenne a kérdésem felét, hogy neked, amikor alkottad ezeket a munkákat, akkor pusztán technikai izgalmat jelentett, vagy pedig neked is egyfajta meditációs tárgyakként értelmeződnek ezek a templomok, illetve ezek a nagyvárosok, metropoliszok? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én építész vagyok, már mondtam az Évának, mielőtt elkezdődött az előadás, és hát nagyon röviden most eszembe jutott egy tervpályázat, amit én is csináltam. Tavaly az Eukarisztikus Kongresszus kapcsán volt kiírva a normafára, hogy ott egy szabadtéri miséző helyet kell létesítenünk. Tehát szerintem a szakralitásnak rettenetesen fontos helye maga a természet. És hát csak egy szakrális jelet képzeltem én el, aminek nagyon-nagyon nagy szerepe volt a fénynek. Tehát egészen véletlenül itt van nálam, de nem igazán látszik, azt hiszem. Tehát igen, tehát, de én az Évának is szeretném mutatni. Tehát ennek az volt a lényege, hogy van egy 6 facsoport, az volt a gyakorlatilag az előtere a templomnak. Maga a templomtér az a természet, tehát egy tisztás, és a szentély az pedig egy szakrális jel, ami borzasztóan egyszerű volt. Tehát itt egy picit nagyobban mutatnám, hogy gyakorlatilag 2 fakeretet összeköt sugár irányban egy gerendázat, és ez keletelve van, és a nap itt kell föl, és ez a gerendázat szétszórja a fényt, és hát itt a pályázatnak az volt a lényeg, hogy a különböző napszakokban a fény és az árnyék hogy játszik itt ebben a jelben és a jelen kívül, tehát bocsánat, csak ez jutott most eszembe, hogy a természet, mint szakralitás. Köszönjük szépen, igen, hát, hogy a teremtett világ, maga a természet, Istennek a legszebb katedrálisa, ugye, hogy ez. Akkor Norbertnek a kérdése, ami ott van egy mikrofon, tehát, hogy igen. Hát elsősorban köszönöm, Norbi, hogy ezt érzed, és tényleg nagyon örülök annak, hogy ilyen kapcsolódásod van a munkákhoz. Én úgy érzem, hogy végül is, hát nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de én úgy érzem, hogy a Jóisten kezébe vagyok, és ő irányít, és ad bizonyos álmokat például, vagy jeleket, ami segít arra, hogy megoldjam ezeket a munkákat. És ugye rákérdeztél itt a technikára, hát ez egy másodlagos dolog szerintem. Bár olyan értelemben talán mégsem az, hogy a fény szerepe benne van. És hát nem tudom, mennyire jött le itt a prezentációba, de az összes korábbi technikámnál is, meg az installációknál is a fény nagyon erőteljesen ott van, tehát mint szimbolikus folyamat is, ezt abszolút erőszeretettel használom, ugye akár a fotogramos munkáknál, vagy a reflexfóliáknál, a tábláknál, vagy a bölcsőknél is például. Tehát tulajdon, igen, azt mondanám, hogy próbálom a fényt valamilyen módon bevonni, és úgy gondolom, hogy a sötétség nincs világosság nélkül, tehát ha nem tapasztaljuk meg, hogy mi a sötétség, akkor nem is tudjuk, hogy mi a világosság, és ez így együtt tökéletesen megfér együtt. Úgyhogy számomra is van egy meditatív jellege az alkotásnak, amikor meg tudom oldani azt, hogy egyedül elmélyülten dolgozzak, úgyhogy hát így viszonylag elég sok mindent csinálok, és szervezek, és oktatok, úgyhogy tényleg kell egy erős koncentráltság, hogy csak azzal tudjak foglalkozni, hogy,
hogy alkotás, de én úgy érzem, hogy jó irányba folynak a dolgok, és tényleg én végülis egy leképezője vagyok a jó Istennek, úgyhogy segít nekem. Különösen szép volt ugye ez az emlegetett kiállítás, ott a Kiszelli kiállítás, ahol a hatalmas romos tér, a sötétség, a fény, az nagyon gyönyörűen kiállítások szoktak ott lenni. De erre elhangzott kérdésre én akkor Pétert meghívnám, hogy a Norbertnek a kérdése tehát az volt, hogy az alkotás és az alkotás közben a meditáció, vagy egyfajta imádság, vagy egyfajta szakrális spiritualitás, vagy ugye lent hallottuk a megnyitónál, hogy a füredi evangélikus templom képe miért nem került ki, mert valami hiányzott, valami, ha egy kicsit erről hallhatnánk, hogy az alkotás a fényképészetben is, hogy hogy van jelen a meditáció? Hát ez... Hát én elég hosszú folyamat után vagy közben kerülök egy olyan meditációs vagy ihletett állapotba, ami hát most egész profánul egy hídnál, vagy egy templomnál, ami van, amikor hosszabb, van, amikor rövidebb előkészület szükséges hozzá. Itt az előkészület azt is jelenti, hogy bejárni, körbejárni, leülni, körülnézni, gondolkodni, máskor pedig vadul fényképezni, és az különböző időpontokban és különböző ilyenfajta eszközök használata során alakul ki, amikor egyszer elkezdek komponálni, és azt érzem, hogy na hát ez valami más. Hogy itt ez most megvan, ez most nagyon-nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. Akkor ismét nyitnánk, hogy valakinek reflexiója, kérdése, valami, amit szeretne felajánlani, megosztani, valami gondolat vagy érték. Nem, így, hogy hallgattam így az előadást, szakralitás, deszakralitás, visszatérnék úgy magamhoz, hogy első, én nekem az impresszium, hogy ez a kettő kép, meg úgy az a kettő kép úgy egy kicsit szegálos, hogy nem tudom, hogy volt-e neked valami szegáli behatás, ami ezeket úgy valamilyen szinten indukálta, vagy nem tudom mi, illetve hogy van-e valami olyasmi, hogy ilyen személyes élmény, ami ebben a három templomban, mégis a torony mindegyiknél valamennyire hasonló, hogy esetleg valamiként mindenhol valahogy ugyanaz a motívum visszatér, csak valahol a templom hajójában ezek az ablakok egy kicsit mások. Hogy ez van, tehát milyen személyes kötődést van ez a templom motívumhoz? Hát ezek nem létező templomok, úgyhogy hát ugye ezek mind a fejemben léteznek ilyen szinten. Most nem tudom pontosan, hogy melyikre mutattál, talán a lebegősre. A hit ereje is, meg a hit tűze, hogy ég az emberből, azt is szimbolizálhatja, az nem mondjuk számomra, mondjuk nem hiába azt választottam ki, mondjuk az, hogy megjelenik körülött az a fény, az jelenthet valami pajzsot is, hát valami erőt, ami valahogy végig mozgatja. Igen, ez egy teljesen jól, vagy hát nem, nincs jó és rossz, de én is úgy értelmeztem, amikor csináltam, hogy van a templomnak egy fajta aurája, ha ezt lehet mondani így, ami ugye körbevesz egy házat, egy ilyen abszolút puritán házat, és ez a ház lehet egyfajta mag, és egyébként egy magtáról van szó. Én miszlám voltam művésztelepen, és hát ott is felújítottak egy kúriát építészek, építéscsalád, és egy magtárat is hozzá, és igazából
hát nem hasonlít egyébként ahhoz a magtárhoz az a ház, ami itt megjelenik, de mint motívum így nagyon izgatott, hogy valaminek van egy magja, egy ház. Ugye a legtöbb időt az életünkben egy személyes térbe töltünk, és hát ez ugye ad egyfajta ilyen biztonságérzetet, és én ebből indultam ki, hogy végül is a mi házunkat is ugye körbeveszi egy transzcendens védő pajzs. Igen, ahogy mondod, pajzs, védés. Igen. Köszönöm szépen. Az idő körülbelül ott tart, hogy lekerekítenénk az együttlétet, a találkozást. Van ezzel kapcsolatban akkor még valakinek olyan, hogy nehogy otthon fájjon a feje, hogy na, ezt már megkérdeztem volna, mondtam volna, akár részletekről, akár jelenlévők többiek részéről. Amennyiben van valami, amit hozzátennétek, még nincs, akkor én ahogy kezdtük is az egész együttlétet, hogy egy kis csönddel, és akkor próbáltuk a képeket nézni, hogy a csöndben nem egymással kommunikálva, hanem egy belső figyelemre összpontosítva, hogy mi szólít meg. Most azt javasolnám, hogy mivel a tér sokszor előkerült, a tér és annak az oltalmazó jellege, hogy egy kicsit, egy percet úgy teljes csöndben úgy üljünk, és próbáljuk érezni, hogy mi van bennünk, hogy mi van bennem személyesen, és hogy valami ebből a térből jön-e át felém, belém, hozzám, megszólít-e maga a tér, hogy nyugtalansággal, békével, oltalommal, zaklatottsággal, hogy mi az, ami a térből jön felém. Egy perc csöndben így üldögéljünk. Minden létezőnek van valamiféle tere, spirituális tere, még az élettelen világnak is, tárgyaknak, az élő világnak még inkább, és egymással is, ha találkozunk, néha nem tudjuk, hogy miért jó a másikkal együtt lenni, akár szó nélkül, néha nem tudjuk, hogy miért inkább kerüljük másikat. Szóval mindannyian hordozunk valamit. Én arra szeretném a figyelmet egy csak befejezésül akkor irányítani, hogy a hívő ember számára a transzcendens forrás jelen van mindenütt, benne van mindenben, olyan transzcendens forrás, ami több, mint az összessége minden létezőnek, úgy van jelen, hogy ennek van egy személyes dimenziója, és hogy igazából mindenféle szakralitásnak ez a forrás a forrása. És akkor Norbert előkészített itten egy-két kis ajándékot.